Nagy szeretettel köszöntjük a kedves nézőket! Önök a Falusi Turizmos című vetélkedő műsorunk második középdöntőjét látják, amelyet most itt Máté Szalkán a városi uszoda melletti Gólyás tó mellett található területen veszünk föl. Ez a műsor egyébként az Itthon Együtt Közösen Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében című projekt részeként készül el. Gyakorlatilag három középdöntő után a döntőben Kisvárdán dől majd el, hogy melyik település lesz 2022 legügyesebb, legizmosabb, legkreatívabb csapata. Egyébként ezt a középdöntőt már megelőzték az elődöntők, ahol online módon kellett a csapatoknak bemutatni azt, hogy milyen ügyesek, különböző tréfás kérdésekre, intellektuális kérdésekre kellett választ adni, ebből is készült egy műsor. És ma pedig elsősorban a napfény, a nevetés, a humor, az erő és a kreativitásé, a főszerep, három csapatunk érkezett, Zsiga ismerteti a mai vendégeinket. Előtte azonban elmondom, hogy Bocskai Magdát hallották, én pedig H.E.S. Zsigmond vagyok, és már túl vagyunk egy középdöntőn. Ajak csapata biztosította a helyét a döntőben, amelynek a tétje a győzelmen kívül 500 ezer forint, azaz a végső győztes település 500 ezer forintot vihet majd haza és költheti el arra, amire jónak látja. A mai három részvevő település pedig Ököritó, Fülpös, Nyílcsaholy és Rozsály. És itt el kell mondanom, hogy a rozsáiak technikai okok miatt egy picit csonka csapattal érkeztek, és köszönet és elismerés Ököritó Fülpösnek, hogy egy versenyzőt átadtak, és ezt a Nyílcsaholy is elfogadta, tehát az esélyegyenlőség jegyében átkerült egy játékos a rozsáiakhoz, és Keresen József kollégám, mint a rozsáiak segítője, és egy-két feladat teljesítésében részt vesz majd, és akkor már el is mondtam, hogy minden csapat mellett van egy költségtelevíziós szerkesztő, Rozsájnál Keresen József, Nyílcsahojnál Helebrand Enikő, és Ököritő Fülpösnél pedig Kindusz Emes, és akkor kezdjük jobbról, nekünk jobbról Emesével. Hogyan készültek a csapatok, pontosabban az Ököritó Fülpösi csapat erre a megmérettetés, és feltételezem, egy csatakiáltása vagy indulója is van a csapatnak. Természetesen, mindjárt meg is kérdezem Kukucskáné Labanc Márta polgármester asszonytól. Mártika, hogyan készültetek erre a versenyre? Először is nagyon örülünk ennek a lehetőségnek. A mi csapatunk egy összeszokott csapat, mert mi különböző rendezvényekre járunk, sütünk, főzünk, a környező településekre kapunk mindig meghívást, és mi azt elfogadjuk. Nagyon lelkes a mi csapatunk, egymásnak állandóan segítünk. Amikor megtudtuk, hogy részt kell vennünk ezen a megmérettetésen, mert mi így éltük meg, kimondtuk, hogy nekünk győzni kell. Mi leszünk az első csapat, nekünk meg kell nyerni. Mi összeszokottak vagyunk, mint ahogy mondtam. Először is elmentünk a mi falutáblánkhoz, és ott egy gyönyörű képet készítettünk magunkról. Ezt követően összedugtuk a fejünket, hogy az elődöntőben feltett kérdésekre együtt tudjunk válaszolni, ne csak egy személy találja ki azokat a dolgokat. Besegítettek egyébként a polgármesteri hivatal dolgozói is, és mi így készültünk. Hát, akkor ez szuperül ment, mert akkor itt vagytok a középdöntőben. Egy csatakiáltást is írtatok, ugye ez az egyik feladat volt, hogy egy nagyon kreatív, amúgy nagyon kreatív feladatok voltak, egy kreatív csatakiáltást kellett összehozni, úgyhogy most ezt próbáljuk meg visszaadni a közönségnek, hogy szól ez úgy igazán Ököritó Fülpösiül. Hajrá! Tizenpatas csapat vagyunk, fergeteges a mi humorunk. Biki csunáj, hobi fiunk, hip-hip, hurrá, csunáj, nyerjük meg ezt a csatát! Egy tapsot megérdemelnek mindenképp az Ököritó Fülpösiek. Eddig nem is tudtam, hogy a Biki csunájt az egy Ököritó Fülpösi szleng, de a mai napon ezt is megtudhatjuk, és még szerintem nagyon sok mindent. Készülünk arra is, hogy esetleg ott az Ököritó Fülpösi tánclépések közül valamit sikerül majd Mesinek elsajátítani. Az előző műsorban egyébként pedig ugye keresztszemest tanult meg készíteni. Hát a szerkesztőink azok most tényleg be vannak dobva a mély vízbe,
és lehet, hogy a mai nap végén be is ugrunk itt a mélyvízbe, a gólyástóba, mert hogy azért elég meleg van. Visszaadjuk a szót Temesének. Igen, mert hogy azt nem említettük, hogy nem csak Biki Csunáj él ökörító főpösön, hanem a Fergeteges Táncegyüttes az 1930-as években alakult gyakorlatilag ökörító főpösön, úgyhogy erről is híres ez a település. Ennyi lett volna. Köszönjük, és akkor továbbadjuk a szót Enikőnek. Nyílcsahol bemutatkozása következik. Nyilván Nyílcsahol is jelen van, óriási létszámmal, 17 fővel érkeztek, és Marikától akkor rögtön meg is tudjuk, hogy hogyan is zajlott ez a készülés. Igazából mi egy spontán csapat vagyunk, és nagyon-nagyon örülök annak, hogy részesei lehetünk ennek a mai vetélkedőnek. Amikor megkerestek bennünket ennek a vetélkedőnek a lehetőségével, nagyon-nagyon örültünk, és az online kvíz kapcsán verbuválódott ugye ez a csapat. Nagyon nagy jókedvel, felgeteges hangulattal csináltuk azt is végig, úgyhogy nagy várakozással nézünk ennek is elébe. Szerintem a felgeteges hangulatot jól mutatja a csatakiáltás is. Felkészültetek? Igen. Jó hangosan, hogy egész Máté Szalka hallja. Nyílcsaholyi nagymenők, biztos, hogy ők a nyerők. Bátor erős polgárok, kik a falut szolgáljuk. Hírünk most is messze száll, féljen, aki szembe száll. Egy kicsit egy én tapsot. Is megijedtem egyébként. Megérdemelnek ők is. Így van, Enikő egyébként rettenetesen elszánt, ugyanis ő most egy új szerkesztőként lépett be a csapatot segítendő, és éppen azon poénkodtunk, hogy az előző középdöntő nyertes ajaki csapatának csapatkapitánya Iván Aurél sajnos a többi szerkesztő bosszújának áldozata lett. Úgyhogy ez a műsor egy kicsit olyan lesz, mint a 10 kicsi néger, mindig kiesik egy szerkesztő. Még valami, Enikő? Igen, itt a csapat tagjai már látták, hogy Dinnye lesz az első versenyszámban, és nem akarjuk megbundázni a versenyt, de hogyha mi nyerünk, akkor Dinnyés lapcsánkát kapunk. Meglátjuk. Következik Rozsály Keresen József kettő szerepben, egyrészt mint a csapat segítője, másrészt mint a csapat tagja, de most kérdezőként következik. Így van, ahogy bekoreografáltál, versenyző is leszek a mai napon. Ennek pedig az az oka, hogy mi nem vagyunk igazán nagy létszámmal, nem vagyunk 17-en, 6-an vagyunk, illetve kaptunk Erika személyében egy tiszteletbeli rozsáit, aki ökörító fülpösről csatlakozott hozzánk. Velem pedig Attila és Máté, tőlük fogom majd megtudni, hogy hogyan is készült a csapatot, illetve hogy mit lehet tudni a csapat tagjairól. Hát igazából mi egy nagyon fiatal csapat vagyunk. A készülődés az ugye az elődöntő, az előző fordulóban volt, hiszen ugye akkor a kérdésekkel készülöttünk erre a versenyre. Ugye nagyon régóta, hát szinte gyerekkorunk óta barátok vagyunk, és ugye az új tag, nagyon köszönjük Körítő Főpösnek, hogy egy embert átengedtek hozzánk, mert csonkán vagyunk, de megpróbáljuk azért megnyerni ezt a versenyt, mindent megpróbálunk. Így van, mindent megpróbálunk. Nagy vonalakban beszéltünk itt a feladatokról, Máté, hogy tetszenek? Hát mindenképpen megpróbálunk mindent kiadni magunkból, mindent beleadni és nyerni. Jó, ezen a Csonka lesz... csapatnak van egy csata kiáltása. Így van, Rozsá is készült egy rövid indulóval, úgyhogy ide is kérek mindenkit a csapat tagjai közül, és akkor háromra, egy, kettő, három. Győzni muszáj, hajrá Rozsáj! Rövid és frappáns volt, őt és is megérdemelek egy tapsot. Gratulálunk! Egyébként a műsor többek között arról is szól, hogy közösségeket építsünk, csapatokat építsünk, és nagyon jól szimbolizálja rögtön az első pár pillanat azt, hogy milyen szépen tud új csapat is kovácsolódni egy jó hangulat, egy kellemes cél érdekében. Úgyhogy mindenkinek köszönjük már azt, amit eddig beletett, és akkor most belecsapunk a dinnyébe, vagy legalábbis kézbe vesszük majd a dinnyét, ugyanis az első feladat ezzel kapcsolatos. Előtte viszont elmondom, hogy 12 feladat lesz, és szükség lesz mindegyikben, vagy majdnem mindegyikben a Magda által előbb említett tulajdonságokra, gyorsaságra, ügyességre, kreativitása, és minden versenyszámhoz majd a
csapat azt választhatja ki, aki a legjobbnak talál ebben. Az első feladat nem túl bonyolult, 3 dinnyét fog mindenki eldobni, mégpedig egyenként, tehát ökörító fülpős dob egyet, nyírcsahoj dob egyet, rozsály dob egyet, és kezdjük előről, és a legmesszebb szálló dinnye települése szerzi meg az elsőjét. Ebben a számban várjunk még egy picit, mert minden számnál lesz egy visszaszámlálás, mégpedig úgy, hogy felkészülni, 3, 2, 1, rajt, és akkor kell elkezdeni. És láthatjuk ott az ökörító fülpösi versenyző mellett Juhász Miklóst, Morszit, mondjuk úgy, mint versenyigazgatót, és Pusztai Barbara fog még Barbi segíteni, például már az első számnál a távolság lemérésében. Úgyhogy, ha megvan a 3 versenyző, a 3 településnek, akkor fáradjon oda a dinnye közelébe, és legutóbb is láthattuk, hogy különböző technikákat ki lehet próbálni, és nem biztos, hogy mindig az első technika a legeredményesebb, úgyhogy el is kezdhetjük. Ökörító fülpös, ha felkészült, akkor 3, 2, 1, rajt! Ez a szomszéd szektorba csúszott át, most következik nyírcsahoj. Három, kettő, egy, rajt! A szemre is hosszabb, nézzük rozsájt, 3, 2, 1, rajta-rajtal együtt, figyelni kell az irányt is, ismét 3, 2, 1, rajt, ökörító fülpös. Ez már jobban középre ment, így van. Egyenlően nyíls, ahogy vezet, 3, 2, 1, rajt. Picit rövidebb, de Barbi vonalban van, nézzük rozsájt, 3, 2, 1, mehet! Ez már hosszabb, és jönnek az utolsó dobások. 3, 2, 1, rajt! Hát ez a legrövidebb volt. Nézzük a másik oldalon, pontosabban középen, nyíltsahogy. 3, 2, 1, mehet! Talán az első volt a leghosszabb, és az utolsó próbálkozás a rozsályi fiatalember. 3, 2, 1, rajt! Ez már jobbnak tűnik. Barbi ott van, vonal van, de le fogjuk mérni a távolságokat, hogy egészen pontos legyen. Azt még nem mondtam, hogy minden versenyszámban a győztes csapat 10 pontot kap, a második 7-et és a harmadik 5-öt, és ugye 12 versenyszám után értelemszerűen az a csapat győz, amelyik a legtöbb pontot gyűjti. Hogyha pedig véletlenül mondjuk fej-fej mellett állnának a csapatok, akkor természetesen újabb játékokkal döntjük majd el azt, hogy ki lesz ennek a második középdöntőnek a győztese, és ki juthat majd a döntőbe, amelyet Kisvárdán rendezünk meg, és ugye természetesen, ahogy már Zsiga említette, nem semmi a díj, így van, 500 ezer forintért küzdenek a csapatok, annyit költhet majd az adott település a saját jókedvére, tehát ez, hogy mire költik a csapatok ezt a díjat, ez mindenkinek majd szuverén döntése lesz, és úgy látom, hogy időközben már itt a mérőszalaggal a kollégáink mérnek, és próbálunk egy nagyon korrekt eredményt mondani, bár szerintem Zsiga, te elég rutinos versenyző vagy, vagy legalábbis műsorvezető. Legalábbis innen a nyíltsahoji dobás tűnt a leghosszabbnak, de így mindjárt kérünk egy méretet. Morci, 14-2 rozsájé. És utána a szerkesztőket pedig arra kérjük, hogy egy kicsit faggassák majd a játékosokat. Van-e mondjuk ilyen jellegű múltjuk, esetleg dinnyedobálás, vagy bárminek a hajítása kapcsán? 16-2, nyíltsahoj, és míg a harmadik mérés megtörténik, 2 rövid szolgálati közlemény. Egyrészt van orvosügyelet, ne legyen rá szükség, de ha bárkinek bármilyen problémája van, akár a melegből adódóan, akár egy horzsolás vagy sérülés, megkapja az ellátást, és az ügyelet azt tanácsolja teljesen jogosan, hogy mindenki vegyen magához minél több folyadékot, hiszen nagyszerű időnk van, és ilyenkor szükség van a frissítésre. 14-8. Hát akkor meg is van az eredmény. Az első játékot nyírcsahoj csapata nyerte, és ezzel 10 pontot gyűjtött, úgyhogy Enikő, már is tietek a szó, gondolom nagy az öröm. Nagy az öröm, és mivel elfelejtettünk szólni az elején, hogy a traktornál óvatosan, ezért rövidebb távot dobtunk. Jól mondom, Tamás? Így van. Kerestük a szürke golf gazdáját, de nem volt megmondva, hogy balesetet szenvedjünk, hogy valami, inkább csak eddig dobtunk.
hogyan készültetek a mai versenyre? Azért ilyen dinnyedobásra számítottatok? Nem számítottunk dinnyedobásra, én viszont nyáron dinnyét tárolok, úgyhogy a szívem szakadt meg, hogy el kellett dobjam. Jobb lett volna itt eladni. Figyelj, esetleg a maradékot azt meg tudjuk beszélni, hogy jól árusítjuk. Vagy összeszedjük, és ebből készül majd a lapcsánka. Hát lapcsánka lesz belőle. Legyen az, hiszen jól tudom, hogyha a te családodban azért van ilyen szakácskönyv. Hát... Legalábbis ezt kamusztad itt be nekem az elején. Igen, a nagypapámnak a testvérének a fia csinált egy családfa kutatást, és igazából, na én úgy szoktam mondani, hogy ők mama, de nyilván nem ők mama, írta az első magyar szakácskönyvet. Szerintem evidens volt, hogy ezt mi nyerjük. Gratulálunk! Bandurák, cicerli, görhöny, kremzli, krumpliprósza, lapotya, lepkepotyi, picskedli, siligó. Ez mind ugyanannak az ételnek a neve, amelyet egy kis községben készítenek. Londontól nem messze, alig 100 kilométerre található egy kis település, Canterbury, ami mindössze 2000 kilométerre van Nyírcsahojtól, ott készül az ismertebb nevén lapcsánka. A valamivel több mint 2000 fős községet egyébként a lakói gyakran csak csahoj alakban emlegetik. Bárhova mennek a helyiek, több zsák burgonyával indulnak el, meg egy kis liszttel, sóval, borssal, no meg jókedvel és szeretettel. De hogy mi is az igazi titka a nyírcsahoji lapcsánkának, talán soha nem derül ki. Örülhetünk, hogy egyáltalán fennmaradt ez az étel, hiszen a 17. századi török és német hadjáratok szinte teljesen elpusztították a falut. Az 1800-as évek elejéig csak puszta volt. Ekkor azonban elkezdődött az újratelepítés. Így nyugodtan kijelenthetjük, hogy a csahóiaknak a vérében van a talpraállás, erőben, akaratban, törekvésben és lelkesedésben nincs hiány. A falusi turizmusra is győzni jöttek. És most pedig következik megint egy dobás, viszont hölgyek számára, mégpedig gumicsizmát dobnak el a hölgyek, és bármilyen hihetetlen, láthattuk legutóbb, ennek is megvan a technikája, nagyon nem mindegy, hogy ki melyik részét fogja meg a gumicsizmának. Az aerodinamikáról esett szó az előző középdöntőben, tehát annak a figyelembe vétele mellett kellene ezt a gumicsizmát elhajítani, vagy beleadni apait, anyait valami olyan dühöt, képzeljék el, hogy mondjuk a gumicsizma tulajdonosa valami nagyon-nagyon rosszat tett a versenyzőknek, és akkor szerintem a női dühöt bele lehet ebbe a dobásba tolni. Úgyhogy már is nézzük, hogy az ököri tó fülpösi versenyző milyen technikával próbálkozik. A visszaszámlálás után természetesen, úgyhogy úgy látom, elkészült, tehát felkészülni. 3, 2, 1, rajt! Arra! Meg volt az első, nem tűnik rossznak. Nézzük nyílts, ahogy 3, 2, 1, rajt! Picit hosszabb, de úgy látom, még egyik versenyzőm adott bele mindent. Következik Rozsály. 3, 2, 1, rajt! Ez kicsúszott, egy picit van kicsúszott, ilyen is. Így van. Ököri tó fülpös másodszor. 3, 2, 1, mehet! Ez szemre egy picit távolabbra repült. Nyírts ahogy. 3, 2, 1, mehet! Ez egyelőre a legtávolabbi. Rozsály, a második kísérlete. 3, 2, 1, mehet! Ez már hosszabb. Így van. Látványosan. Harmadik és jönnek kísérlet. Az utolsó dobások. 3, 2, 1, mehet! A harmadik kísérlet a legjobb az ököri tó fülpösieknél. 3, 2, 1, mehet! Ez elmaradt az előző kettőtől, és nézzük a rozsáiakat. 3, 2, 1, menjen! Ez szép hosszú volt, Barbie vonalban van, de lemérjük, hogy teljesen rendben legyen minden, és utána a hölgyeket is megkérdezzük majd, hogy hogy ízlett a gumicsizma hajítás. méter 80 cm-rel Rozsály szerezte meg az elsőjét ebben a számban, és mivel mindkét csapat nyírcsahogy és ököri tó fülpös is 13 méterre dobta leghosszabbként a gumicsizmát, lesz egy szétdobás egy-egy kísérlettel.
de úgy látom a pálya már szabad, úgyhogy akkor ökörító fülpös versenyzője készülhet. 3, 2, 1, mehet! Hajrá, Betty! Megvolt, nézzük, nyíls a hold. 3, 2, 1, mehet! Lendítés! És azért, hogy teljesen pontosak legyünk, természetesen le is mérjük majd, illetve már szemre talán lehet látni, hogy hol van a gumicsizma sarka. Mérünk, az a biztos. Úgy látszik, 13 méterrel lőtte be magát Nyílcsaholy, az lesz az érdekes, a 13 méter lesz ökörító fülpös is. 12.35, akkor Nyílcsaholy a második hely, ökörító fülpösnek pedig ezúttal a harmadik hely jutott, és Józsi már érdekre töltött mikrofonnal ott is áll, hogy a győztes megkérdezze. Hát Bianca átszakított egy gátat, megvan az első győzelme Rozsánynak. Bianca, milyennek érezted? Hát az elsőt egy kicsit elizgultam, de a másodikban már belejöttem, tehát sikerült megnyerni, és most már még többet fogunk nyerni. Ebből is látszik, hogy nem a létszám fog itt dönteni, nagyon, nagyon lelkes csapatunk van, és reméljük, hogy még jönnek sorra a győzelmek. Rozsáj Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti csücskén a román és az ukrán határhoz egyaránt közel helyezkedik el. Itt a szatmári síkságon folyik át a Túr, a Kraszna, a Szamos és a Tisza is, de magát a települést furcsa módon egyik sem érinti. Híres szülöttje Béres András etnográfus, levéltáros, a népmese, a néptánc és a pásztor élet kutatója és hírvivője. Rozsáj manapság is igazi önellátó gazdasággal, óvodával, iskolával, orvosi rendelővel és idősek otthonával is rendelkező, alig 800 lelkes község. Lakosainak 6 évvel ezelőtt egy nagy természeti katasztrófát is át kellett vészelniük, a házak több mint 3/4-ét tette idéglenesen lakhatatlanná egy hatalmas vihar, amely borsó, dió, sőt tojás méretű jégdarabokkal érkezett. Ez formálta igazán közösségé a helyieket. Erre az erős szellemre lesz most szüksége a fiatalokból álló csapatnak is, Máté Szalkám. Még csak a második játékon vagyunk túl, és a mai középdöntőben is 12 különböző játékos, tréfás, ügyességi versenyszámban kell majd kipróbálni magát a csapatoknak. A kedves nézőknek mondom, akik esetleg csak most kapcsolták be a Kölcsei Televízió műsorát, hogy önök a Falusi Turizmos című vetélkedő műsorunkat látják, amelyben ma Rozsáj, Nyírcsaholy és Ökörító Fülpös csapatai mérettetnek meg egymással. Egy olyan 3 középdöntő ből álló vetélkedő során, amelynek a döntőjére Kisvárdán kerül majd sor, és egy 500 000 forintos fő díjért küzdenek a települések, és nem csak azért, hogy nyerjenek, hanem én úgy gondolom, hogy mindenképpen értékes perceket és órákat nyerünk azzal az együtt töltött idővel, ami ennek az egész műsornak tulajdonképpen a motivációja, hogy közösségeket formáljunk, csapatokat építsünk, barátságokat mélyítsünk el, és lehetőséget adjunk arra, hogy együtt önfeledten szórakozzunk, amelyre ebben a mai idézőjeles rohanó világban sajnos egyre kevesebb időnk van. Úgyhogy reméljük, hogy a nézőknek is kedvet adunk ahhoz, hogyha nem is ilyen sportversenyen, de legalább egy baráti együttléten, egy közös bográcsoláson együtt legyenek a szeretteikkel. És apropó, szerintem akár várjuk önöket élőben is majd a döntőben, hiszen a csapatoknak lehet szurkolni, drukkolni. Meglátjuk, hogy ki kerül be. Azt már tudjuk, hogy Ajak biztosan ott lesz a döntőben. Ma pedig hát minden csapat nagyon elszánt, majd a végén beszámolunk arról, hogy ebbe a bizonyos döntőbe ki a két tuti csapat már. Következő szám pedig a klasszikus zsákban futás, vagy zsákban szökdelés. Kevesen Józsit kérjük meg, hogy zsák nélkül mutassa meg, hogyan kell teljesíteni a pályát. Tehát elindul a zsákban a versenyző, itt csinál egy pici szlalomot. A pálya végén a sárga bója jelenti a fordulót. Vissza és vissza már nem kell szalomozni, csak be kell futni, és amikor beér a versenyző, a Kölcsei Televízió szerkesztő kolléga, segítő felteszi a kezét, és onnan tudjuk, hogy melyik csapat ért be elsőként, másodikként, harmadikként. Itt talán egy jó tanács, hogy ennél a számnál nem biztos, hogy a lendület a legfontosabb, talán inkább érdemes kiporciózni azt,
hogy milyen gyorsan és milyen ügyesen menjen valaki, és ha elkészült a három versenyző, akkor indulhatunk, kérdezem a kollégákat. Annyit azért elmondunk, hogy előfordulhat, hogy a lendület győz, és valaki mondjuk a fűben találja magát. Ilyen esetben természetesen valahogy föl kell kászálódni, és tovább folytatni a szögdelést, tehát semmiképpen ne adja fel az, aki a földre kerül. Az első középdöntőben az volt a tapasztalatunk, hogy volt, aki négyszer is földre került, és aztán közvetlenül mégis a cél előtt olyan is volt, és nem ért be. De ha kész van mindenki, Emes Ernikő Józsi, akkor visszaszámlálás, felkészülni, 3, 2, 1, rajt! Jöhet a búzítás. Rozsály nagy lendülettel. Így van, Rozsály, mint egy óriás vad nyúl, úgy szökel itt a Mátészalkai városi úszoda előtti területen. És hát mindenkinek megvan a saját technikája, ugye fogni kell a zsákot is, mert az is könnyedén lecsúszik. Egyes, és Rozsály már bent van. De Nyílcsői versenyző felállt, és megy tovább, és volt verseny, futni is lehet, ugrálni is, még egy esés, úgyhogy ezzel eldőlt, hogy Nyílcsői a második, szó szerint bevetődött a célba, a versenyző és Ökörító Fülpös pedig sétálva érkezik. Tehát minden. A sorrend Rozsály, Nyílcsahogy, Ökörító Fülpös. Mindent megtesznek a versenyzők a településükért, úgyhogy minden elismerést megérdemelnek. És Józsi, itt úgy tűnik a fiatalember vagy gyakran fut zsákba, vagy pedig nagyon rákoncentrált erre a feladatra, hiszen hiba nélkül teljesítette a pályát. Meg is kérdezzük tőle, hát itt nem volt kérdés, tehát Máté nem hagyott kérdést, hatalmas lendülettel ment végig a pályán, mintha világéletedben ezt csináltad volna. Hát már igazából ezelőtt csináltuk, még általános iskolában. De hát azóta nem futottam zsákba én se, de most meglepően jól sikerült megnyerni ezt a számot is, reméljük lesz még több is ezután. Ebben bízunk mindannyian, két győzelem egymás után, úgyhogy lendületbe jött Rozsály, reméljük, hogy így megyünk tovább. Három versenyszámon vagyunk túl, és most következik egy olyan versenyszám, ahol a csapatok legerősebb embereire van szükség, hiszen egy kocsikereket kell majd kitartani, nem fej fölött, nem vízszintesben, a kettő között valahol, és akkor ér véget a történet, ami időre megy, amikor a vízszintes vonal alá kerül a kerék. Megvannak a vállalkozó szellemi versenyzők? Akkor kezdjük Ökörító Fülpössel. Ugyanúgy beszámolok. Felkészülni, 3, 2, 1, rajt! Szükség van a szurkolásra. Közben így a Nyírcsahogyi és a Rozsályi csapatnak van lehetősége ugye élesben is tanulmányozni, hogy milyen technikával kell ezt a bizonyos kocsikereket tartani, ami hát a nézők számára azért el kell, hogy áruljuk, hogy meglehetősen nehéz, tehát valakinek még megmozdítani is nehéz. Ugye amikor látunk egy ilyen erőember vetélkedőt, akkor úgy tűnik, hogy ezeket a mázsás köveket vagy kamionokat olyan könnyű elmozdítani, de a valóság bizony nem ez. Van még plusz erő, és itt a vége. 42,8. Ez a klasszikus helyzet, amikor egyébként a versenyző számára valószínűleg a másodpercek óráknak tűnnek, főleg ugye a vége felé, amikor már nagyon fárad. Akkor Morsi átgurítja a malomkövet, a kocsikereket. És felkészül a Nyílcsahogyi versenyző is. Tehát Nyílcsahogy, felkészülni, 3, 2, 1, rajt! Sokat számít a szurkolás. Szikla szilárdan tartja eddig. Igen, Peti ezt a kereket. És úgy látom, fontos, hogy alkatilag is jó adottságokkal bír ehhez a versenyszámhoz. Peti, aki a Nyírcsahogyi csapat oszlopos tagja és erős tagja, mert erő, humor, gyorsaság, kreativitás,
helyzetfelismerés, bevállalás, és minden ilyen pozitív tulajdonság szükségeltetik ahhoz, hogy a legjobb eredményeket hozza egy-egy csapat a Falusi Turizmus című vetélkedő műsorunkba. Nagyon. Itt a vége, és mindjárt kiderül mennyi. 57-07. Valóban sokat számít a lelkesítés, a buzdítás, a tapsolás, és hát persze az adottságok is, meg a kitartás. Nézzük, hogy a rozsái csapat hogyan birkózik majd meg ezzel a játékkal. Felkészülni? 3, 2, 1, rajt! Jó! Gyerünk, Attila, megcsinálod! Hajrá, nem! Nem fáradsz el, megcsinálod! Most stabilan megállt a kerék. Nem fáradsz el. Tartod. Koncentrálj. Pörögnek a másodpercek. Lélegezz, nyugodtan. Ne engedd le fel, lassan tartsad. Nem fáj, tartod. És gondolom, hogy izzadnak is a versenyzők, én innen erről a kis rögtönzött színpadról most már. Itt a vége, de minden dicséretet és tapsot megérdemel a rozsái versenyző is. Nagyon szép eredmény, 45-55. Ami azt jelenti, hogy 57-07-tel a nyílcsaiak nyerték ezt a számot. A második hely ezzel a 45-54-jel a rozsáiaké, és 42-8-al Ökörító Fülpös végzett a harmadik helyen, és mivel túl vagyunk a verseny egyharmadán, Barbit megkérjük, hogy egy összesítést csináljon, mi pedig addig meghallgatjuk az interjúkat, kezdve természetesen a nyílcsai csapattal. Milyen volt közel egy percig tartani ezt a kereket ebben a kellemes 30 fokban? Én pont azon gondolkoztam, hogy nekem már a mikrofon alatt is remeg a kezem, Petinek meg hát gyakorlatilag éppen hogy megremegett a karja a végén. Milyen volt? Hát egy kicsit megerőltető volt, de napi szinten sokat vezetek, úgyhogy meg vagyok szokva a kerékkel. Igen, csak akkor nem ilyen szögben tartod, de most még nehezítő tényezőket is magadon hagytál. Hát pontosan, a karórám rajtam volt, egy kicsit ellensúlyozott bal oldalra, de... De így is elsők lettünk, és a csapat az nagyon szurkolt, mert mit szeretnénk? Nyerni! Jogos a taps! Mivel túl vagyunk a verseny egyharmadán, 4 számot már letudtunk, egy pici részeredmény. 4 szám után 34 pontja van Nyílcsahajnak, ők vezetnek, jelenállás szerint. 32 pontos Rozsály a második helyen, és Ökörító Fülpös egy picit lemaradva 22 ponttal a harmadik, de van még 8 szám, úgyhogy lehet gyűjtögetni a pontokat. Annál is inkább, hiszen egy-egy győzelem 10 pontot jelent, a második helyezett 7 pontot kap, és 5 pontot a harmadik. Tehát elég mondjuk 3 győztes játék, és már is megfordul az eredmény. Nos, nézzük, hogy a következőben mire is van szükség, gyorsaságra, ügyességre, bevállalásra, vagy humorra? Leginkább tüdőkapacitásra, hiszen lufi fújás lesz, amely időre megy. Minden csapat kijelölt játékosa kap egy lufit, a rajt szóra elkezdik fújni, és aki leghamarabb eldurrantja, az nyer. Amennyiben lehetséges, nem tudom, vannak-e fiatalok minden csapatnál, akkor a legfiatalabbak lenne. Vagy gyerekek esetleg. Tehát akinek leghamarabb eldurran a lufia, azé a 10 pont, akinek másodszor azé a 7, és akinek harmadszorra sikerül majd eldurrantani a lufit, azé lesz az 5 pont ebben a játékban. Nos, nézzük, hogy akkor kit jelölnek ki a csapatok, és már is kapják kézbe a lufit, amit fújni kell teljes tüdőből, és persze nem rettegve attól, hogy eldurran, mert akkor lassítják majd az eredményt. Felkészült mindenki, akkor figyelem, felkészülni, 3, 2, 1, rajt! Eldurrannak a lufik, egész biztos, nem durranás biztosak. Úgy látom, hogy a rozsái lufi eddig a legnagyobb, talán. De most Ökörító Fülpös is kezd utolérni. Sőt, most talán mindhárom egyforma. Ugye ebben a melegben azért nem is olyan egyszerű fújni a lufit, akár szétülésig is lehet nyomni. Hoppá! Megvan az első Ökörító Fülpös.
Második Nyíltsahoj, csak azért, hogy kiderüljön, hogy tényleg eldurra. Harmadik Rozsály, nagyon picivel lemaradva. Úgy látom, hogy Hellebrand Enikő egy kisebb infarktust hordott ki lábon. Hiába várta, hogy durranjon ez a lufi, mégiscsak megijedt tőle. Tehát Ökörító Fülpös Nyíltsahoj Rozsály a sorrend, és ha van elég levegő emese a versenyzőnek, akkor szólaltassuk meg. Hát olyannyira, hogy most mondja nekem Sanyi, hogy nemrég volt, nemrég vizsgálták és mérték a tüdőkapacitását, és ezért jelentkezett akkora nagy önbizalommal. Én még egy kicsit elbizonytalanodtam az elején, ugye mondtad, hogy próbáljunk taktikázni. Hogy érezted? Milyen volt? Hát nehéznek, elég nehéz volt. Nem gondolta volna az ember, hogy könnyű egy ilyen légömbbe csak úgy felfújni, de hál' Istennek sikerült, és nyomta. Nagyon jól nyomtad. Köszönjük szépen az, köszönjük az első győzelmet a csapatnak. Szomorú múltja van a mulatozásnak Ökörító Fülpösön. 1910-ben az akkori Szatmár Ökörítón egy húsvét hétfőn tartott mulatságban sok száz fős tömegre gyulladt rá egy pajta. A katasztrófában 312-en vesztették életüket. A tragédiának világviszonylatban is hatalmas volt a visszhangja. Rengeteg külföldi lap címlapon számolt be a tűzről. A településen évekig nem soroztak, táncmulatságot pedig ezt követően 28 évig nem tartottak. A falunak mégis a tánc segített az újjászületésben. A helyi földbirtokos felesége Német Lili szervezte meg 1937-ben azt a tánccsoportot, amely mai napig működik a községben. Ez a fergeteges táncegyüttes itt éppen a megyei értéktalálkozó színpadán is látható. Az idén 85 éves fergeteges Ökörító legnagyobb büszkesége. A falu másik kincse a körte, melynek fesztivált is szentelnek a helyiek. A református templomok is gyönyörűek-e vidéken, a fülpösi részen klasszicista, míg az ökörítói oldalon a barokk kor jegyeit őrzik a műemlékek falai. És a következő feladat is időre megy majd. 3-3 hölgyre van szükség mindhárom csapatnál, hiszen kukorica morzsolás lesz a feladat. És az a csapat nyer, amelyik leggyorsabban lemorzsolja az ott lévő kosárban lévő kukoricát, amelyet zsákba kell morzsolni. Gyakorlatilag ugye a technika az mindenkire rá van bízva, mert vannak jól bevált technikák. Valaki esetleg most is mondjuk otthon a tyúkjait, csirkéit úgy eteti, hogy gyorsan lemorzsol egy pár cső kukoricát, valaki gyerekkorában, vagy mondjuk a múzeumfaluban próbálta utoljára, valaki meg csak fotókon látta. Kíváncsian várjuk, hogy a rozsályi, a nyíltsahoji, vagy az ökörító fülpösi asszonyok, lányok morzsolnak-e gyorsabban, kik a legügyesebb kezűek. De nagyon fontos, hiszen 10 pontot kap majd a győztes csapat, 7-et ugye a második, és 5-öt a harmadik. Mivel minden nem nagyon látjuk, a helyi segítőnk majd tájékoztatnak bennünket, hogy hogyan állnak a csapatok, és ha kész van mindenki, akkor beszámolok. Igen, akkor felkészülni, 3, 2, 1, rajt! Azért általában otthon a Baromfi udvar környékén nem ilyen éles ováció mellett szoktak a gazdasszonyok kukoricát morzsolni, inkább magukban dudorásznak közben, úgyhogy ez mindenképpen egy rendhagyó pillanat. De hát ugye nem is akármiért küzdenek most a versenyzők, azért, hogy bekerüljenek a döntőbe, amelyet Kisvárdán rendezünk majd meg. Most Rozsály, Nyíltsahoj és Ökörító Fülpös csapata küzd a mai középdöntőben a győzelemért. És egyelőre legalábbis innen nézve fejfej mellett a csapatok, az biztos, hogy mindenütt nagy az érdeklődés. Sok a segítő szándék és a segítő szó. Nyíltsahoj kész, fent a kezek, a második helyet még tart a csata. Ökörító Fülpös fejezte be másodikként ezt a számot. A rozsályiak még morzsolnak, de már
Nem sok van, hát szerintem ott sem. Igen, valószínűleg rozsái csapatban több a fiatal, és ők kevesebb kukorica morzsolásban vettek részt. Megvárjuk a végét, természetesen most már nem az idővel, hanem csak a kukoricával kell küzdeni. Az utolsó szemek. És Józsi is feltette a kezét, harmadik hely. A rozsái, második hely, Ökörítő Fülpés és Nyílt Csaholy szerezte meg az első helyet. Azt láttuk, Enikő, hogy nagyon búzították a versenyzőket a csapattagok. A sok hasznos jó tanácsnak köszönhető az elsőség. Az évek meg a rutin azok meghozták itt is a győzelmet. Körmök rendben vannak, nézzük először. Teljesen, mindenkinek oké. Okay. Tenyerünk rendben. Egy kicsit, de belefér. Mióta nem morzsoltatok kukoricát? Hát nekem már közel, épp most mondtam a többieknek, hogy 30 éve, úgyhogy egy kis edzés rám fért volna előtte, de úgy gondolom, hogy mivel elsők lettünk, ezért büszke vagyok mind a két mellettem álló hölgyre is, mert tényleg daráltuk. Te hogy érezted magad? Milyen volt? Jó volt nagyon. Én a gyerekekkel szoktam, ugye lehet egy kicsit most könnyebb volt. Polgármester asszony, mennyire vagy büszke a csapatodra? Borzasztóan büszke vagyok elejétől fogva, első perctől fogva. Nagyon szuper csapatom van. Hajrá, Csaholy! Meg kell nyerjük ezt. Ez különösen jól esett nekem is, úgy, ahogy Kata mondta, körülbelül 30 évvel ezelőtt morzsoltam kukoricát. Próbáltam saját magamra koncentrálni, de úgy látom a másik két csapattársam olyan szuperül morzsolta, hogy próbáltam őket utolérni, és hát nagyon jó volt, ahogy a csapatunk drukkolt nekünk. Köszönöm szépen! Nyílt Csaholyban vannak a legkeményebb asszonyok, úgyhogy győzni jöttünk, ezért megyünk tovább. Időközben már azt hiszem megtörténtek az előkészületek a következő feladathoz, amelynek a neve az alma hatalma, és a következő lesz a feladat. Egy tálban van két alma, és úgy kell kivenni a tálból a két almát, hogy kézzel nem érhetnek hozzá a versenyzők, csak a szájukkal vehetik ki, úgyhogy olyan versenyzőket kell keresni a csapatban, akik képesek erre. Egy kicsit ebben a tikkasztó augusztusi hőségben lehet, hogy némi felüdülést is ad ez a játék, hiszen egy picit a vízzel kerülhetnek interakcióba, kapcsolatba, bele lehet bújni egy picit ebbe a kis vájlingba, megmerítkezni benne, és egy jól célzott harapással elkapni ezt az almát, és kiemelni. És ha kész vagytok, akkor... Visszaszámlálás? Felkészülni? 3, 2, 1, rajt! Én innen úgy láttam nyílsa, hogy Rozsá egyszerre tette fel a kezét, és Ökörítő Fülpös harmadikként, Magda. Én nyírcsa, hogy láttam hamarabb. Hangyányival elsőnek? De azért kérdezem itt a többieket is, a pályabírónak mi volt a tapasztalata? De egyszerre. Gyors volt, csak a többiek. Akkor viszont első helyen volt verseny, és itt nem lesz szétharapás, szétdobás, hanem mindkét csapat kap 10 pontot, Barbie. És az Ökörítő Fülpös pedig harmadikként 5 ponttal gazdagodik. Ez volt a 7. szám, és a 8. számhoz már készül a pálya, de természetesen előtte még elkészül. Hallgassuk meg Nyílcsaholy versenyzőjét, hogy milyen technikával vágott neki ennek a feladatnak. Rutinnal ez volt a legfontosabb, ugye a rutin mindig azt számít egy versenyszámnál, hogy rutin, az előbb a lufi pukkasztás már megvolt. Mit szóltál, amikor téged jelölt ki a csapat erre is? Hát nem is tudtam, mi a feladat, csak utána mondták. Azt hittem, meg kell lenni. De mondom, mi a rutin? Ezt úgy kell csinálni, mint amikor a pálinkát megisszük. Levegő le, pálinka le, levegő ki. Ugyanez! A nézőket is erre biztatjuk majd, hogyha egyszer vizestából akarnak almát kiszedni, akkor ezt a technikát alkalmazzák mindenképpen. És hát egyébként gratulálunk Rozsájnak is. Nagyon jó tippet adott a nyírcsaholyi versenyző, mert lehet, hogy a döntőben majd egy vizes vödörből úszó kis pálinkás pohárból kell pálinkát felhörpinteni. Bár azt hiszem, a rozsái versenyzőnek nem ez volt a technikája. Hát mi is gratulálunk Nyírcsaholynak, illetve gratulálok itt Máténak, aki azt mondta, hogy nem ez volt a legkellemesebb élménye életében. Mi történt ott a víz alatt? Hát elsőnek ugye felmértem, hogy szedjem ki az almát. Mindenem telement vízzel, orrom, szám, levegőt is alig kaptam,
de utána sikerült megfognom az elsőt, kiköptem másodikat is, és volt versenyben. Ugye én is gratulálok a Nyírcsolyai csapatnak, csak itt tovább. Sportszerűségből is jelesre vizsgázunk, és hát ez a hatalmas küzdelem újabb 10 pontot jelent Rozsánynak. Gratulálunk. Egyébként Máté, hogyha vigasztal, mi innen a színpadról irigykedve néztük ezt a kis, nem is tudom, tapasztalatot, mert szerintem nem olyan rossz megmerítkezni egy ilyen lavorban, vagy vödörben, vagy tálban. Bár Emese is rajta kész a mikrofonnal, nem tudom nektek mi a véleményetek. Hát már is megkérdezem, Fricit, ő volt nálunk a vállalkozó szellem. Hogy érezted magad ebben a versenyben? Először is szeretném megköszönni a csapatnak a kéthetes felkészülést erre a versenyre. Legfontosabb a csapatesség. Volt egy technikám, hogy szájjal lenyomom az aljára és beleharapok, de ugye elől mozog két fogam, úgyhogy ez nem nagyon sikerült. Mindent a csapatért, hajrá, ökörító fülpös! Jönnek a tapsok. Hát majdnem itt hagytad a fogad, kedves versenyző, de azért bízunk benne, hogy nem mozdult meg túlságosan. Minden esetre nagyon jól küzdöttetek, úgyhogy gratulálunk mindenkinek. És már is lépünk a 8. feladatra. Ha ez meg lesz a verseny, 2/3-án már túl leszünk. Ez a versenyszámhoz erő, gyorsaság, jó egyensúlyérzék kell, hiszen, mint láthatjátok, 2-2 vödör vízzel kell végigmenni a pályán, és Józsit megkérjük megint, hogy mutassa meg, nem véletlenül vannak ott azok az autógumik vödör nélkül. Tehát belelépve a gumikba, végig a pályán. Két vödörrel, illetve két teli vödörrel ez természetesen egy picit nehezebb lesz, hiszen az is lényeges, hogy ez a víz ez most ne kerüljön a fűre, tehát ne öntözzék meg vele a versenyzők. Lehetőség szerint ugyanannyi vízzel kellene visszafelé bejönni. Már nem kell belépni a gumikba és célba érni, és ezt ugye látjuk, hogy három sportszerű csapatról van szó. Az előző középdöntőben is úgy volt, hogy gyakorlatilag minden csapat úgy futott, hogy az összes vízben maradjon a vödörben. Bízunk benne, hogy most is így lesz. A versenyzők már ott vannak, látom, úgyhogy akkor jön a visszaszámlálás. Hajrá, Krisztián! Egy kis felkészül, 3, 2, 1, rajt! Lehet biztatni a csapatokat, akik már túl vannak a gumis akadályon, most már csöpög csak a víz, ugye... Csöpög a víz, de nem részesen, durván egyformán. Nézzük, egy nagyon szoros befutó! Nyírcsaholy, ökörító fülpös, Rozsány sorrendet láttam, Morci, megerősíted? Igen, akkor ez a szám. És szerintem a vödröket, ha ránézel, jelentős mennyiség egyből sem hiányzik, mindegyikből csöpögött ki egy kicsi, de szerintem versenyelőny egyik csapatnak sem volt, hogy üres vödörrel futott volna. Akkor most már bátran elmondhatjuk, hogy túl vagyunk a verseny 2/3-án. Kedves nézők, önök a Falusi Turizmos című műsorunk középdöntőjét látják. Benne Rozsány, Nyírcsaholy és Ökörító Fülpös csapatai, úgyhogy még 4 versenyszámot küzdhetnek, vagy drukkolhatnak velünk együtt a képernyő előtt végig. És hát izgatottan várjuk, hogy kikerül majd a döntőbe, ahol már Ajak csapata biztosan bent van, hiszen az első középdöntőnek ők lettek a győztesek. Ez egy váltóverseny lesz, szükség lesz rá 3x2 főre, akik egy taliska egy-egy szarvát fogják majd, tehát két ember elindul egy taliskával, amelyben benne lesz egy hölgy, megkerüli a bóját, átadja, a másik pár is végigfut, a hölgy marad a taliskában, és a harmadik pár a harmadik befutó befutásával ér véget a verseny, és értelemszerűen itt is az a csapat győz, amelyik leghamarabb áthalad a célvonalon, és előre nem állok el titkot, de az eddigi tapasztalat az, hogy nem is olyan egyszerű tolni ezt a talicskát két embernek úgy, hogy ül benne valaki. A talicska toló verseny előtt pedig ismertetném is a játék jelenlegi állását. Jelenleg Nyírcsaholy csapata 71 ponttal vezet, 57 pontos Rozsány, és az Ökörító Fülpösi csapat egy picit lemaradva 51 ponttal zárja a sort, de 4 játékunk van még hátra, úgyhogy még minden megfordulhat. Így igaz, elég megnyerni a 4 számból mondjuk 3-at az egyik csapatnak, és már is fordulhat a kocka. A számneve az, hogy taliskás leánylopás. A tapasztalat az, hogy nem is olyan egyszerű a talicskát tolni. Sokszor ugye itt a súly miatt esetleg
nem is középen haladtak a versenyzők, hanem akár a másik térfélre is sikerült áttolni a talicskát, úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy ma mennyire lesznek a talicska virtuózai, milyen technikával, milyen dinamizmussal, milyen erővel és gyorsasággal tolják, és hát azért persze arra is ügyelni kellene, hogy a talicskában található hölgyemény az egészben érkezzen meg, ne ejtsék ki, már csak azért, mert akkor ugye vissza kell szállni, és az egy ilyen lassító. Előfordulhat egyébként, lenne. És akkor sincs semmi gond, mert bármelyik csapattal előfordulhat, úgyhogy ha valaki, ne adj Isten, pici balesetet szenved, borul, akkor vissza a talicskába, és lehet folytatni a versenyt. Ökörító fülpös kész, Nyílcsaholy kész, Rozsály Józsi kész. Akkor felkészül, 3, 2, 1, rajt! Nyílcsaholy nagyon megindult, és nagyon egyenesen tolják a talicskát mindhárom csapat. Rozsálynál egy pici baleset, megkerülne a bóját. És aztán mikor beérnek a célba, akkor átveszik a talicska szarvát, a váltótársak. Nagyon jól váltottak a nyílcsaholyiak. Úgy látom, a rozsályiak nagyon borítgatják, kiborítják a nőket. Ez egy most ilyen ökörító fülkösnél is ez történt. Nyílcsaholy maga biztosan. Hoppá! Egy kicsit hepehupás a talaj, tehát nem egyszerű a feladat. Most már Kerecsen Józsi kollégánk is beszállt a küzdelembe, és úgy látom, hogy meglehetősen lendületesen egészen ő eddig is kiborítja a csajokat. Hát hihetetlenek vagytok, fiúk. Nyílcsaholynak nem kell sietnie, hiszen gyorsan. Nagyon nagy fölénnyel vezetnek. Itt a második helyért lesz már harc, hiszen Nyílcsaholy csapata ebben a pillanatban bent van a célban. És a másik oldalon még bármi lehet. Ökörító fülpöstet előre szeret, és erdőn látszik a második hely sorsa, és egészen eddig, hiszen egy borulás ott is, és a rozsályiak, ha ezt kihasználják, akkor gyakorlatilag bekocogva a célba megszerzik a második helyet. Ökörító fülpös harmadik, reméljük nincs semmi komolyabb probléma, sérülés. De most gyakorlatilag látva, ez egy rettenetesen minden izgalmas és megrázó játék volt mindenképpen, és ugye nem volt mindegy az sem, hogy a lányok hogyan ültek bele ebbe a tanicskába, mert hogy az is befolyásolta nyilván a gyorsaságot, meg a saját biztonságérzetüket. De hát meglett az eredmény, úgyhogy hogy érzitek magatokat, kedves győztesek? Meg lesz szokta sok győzelmet, Enikő? Nyilván borzasztóan jól érezzük magunkat. Marika azt mondta, hogy ő egy pillanatig nem ilyet, meg olyan stabil volt a talicska, ez így volt? Igen, tényleg így volt, nagyon ügyesek voltak a fiúk, bár én szerintem az izgalomtól sokkal jobban elfáradtam, mint ők. Picit aggódtam, amikor fordultak, de abszolút sima volt, úgyhogy szuper csapatom van, hajrá Csaholy! És a legszebb, hogy borulás nélkül mentek végig ezen a pályán. Hogyan készültetek fel erre? Biztos nagyon komoly felkészülés volt. Hát jó sok idő óta készültünk erre az egyszámra, gondoltuk, hogy ez mindenképpen benne lesz, úgyhogy kiválasztottuk azt a 6 fiút, aki simán el tudja tolni a nyílcsaholyi csapatkapitányt ezeken a pályákon. Most már biztosan állíthatjuk, hogy Nyílcsaholyban nem csak a hölgyek nagyon kemények, hanem az urak is. Így van, biztos kezekben vannak a hölgyek Nyílcsaholyban, ez már kiderült ebből a játékból. Józsi, milyen volt, amikor a hóhért akasztották? Nem egyszerű, el kell mondjam, tehát kapkodom a levegőt én is, és most már átélem itt a csapattagok érzéseit is. Jázmin ült a taxiban, hogyha nevezhetjük, így többször elhagytuk őt. Hányszor is számoltad? Hát szerintem úgy 3-4-szer talán. Jázmin 3-szor is megnézte a talaj állagát. Srácok, mi volt a legnehezebb ebben a feladatban? A kanyarodás valószínűleg, mert kicsit nem lassítottunk le, és hát szegény Jázmint kiborítottuk. Hát itt túl nagy volt a lendület? Egyrészt a lendület, és az összhang is egy kicsit kevés volt, mert ugye egyszer Attila gyorsult a gyorsabban, egyszer én. Kanyarba egyikünk se tudta, hogy hogy forduljunk be, de a harmadik utolsó körre tök jól összeszedtük, és sikerült behúzni a második helyet. És felszedtétek Jázmint is végül is. Így van, így van. Nagyot hajráztunk, úgyhogy egy második hely csak meg lett. Ökörító fülpös sátrelőt, egy picit csalódottnak tűnő csapatot látok, emes egy darabig jól látok, azt a vége nem igazán sikerült. Igen, nagyon jól látunk szerintem. Tényleg az utolsó körben volt egy nagyobb borulás, és sajnos Patrik olyan szerencsétlenül esett ez az eszköz, hogy Patrik beverte az állát, úgyhogy egy kisebb sérülésünk is született. Amúgy szerintem meg lett volna a második hely, ha nem ilyen hepehupás az a fránya talaj. Ti hogy érzitek?
Helyzet a következő, most jöttem rá, hogy milyen igaz az a közmondás, hogy ne egyél annyit, mert nem bírsz futni. Igaz, még máma nem ettünk, de volt itt egy hátráltató tényező, még maga a polgármester asszony, most már rájövök, hogy miért tud olyan jó ízűen enni. És itt az eredmény olyan jó súlyban van, de szívvel, lélekkel toltuk, erőn megfeszítve, sajnos ennyire sikerült. Hát ez természetesen nem igaz, hogy túlsúlyban lenne, de Mártika, hogy érezted magad benne a talicskában? Én nagyon jól éreztem magam, hát néha becsuktam a szemem, mert egy kicsit féltem, de szuper volt. És ügyesek a fiúk, ügyesek. Hajrá, ökörító főpös, nem vagyunk elkeseredve, hajrá! A jó hangulat megvan mindenkinél, látszik. Hát igen, és... úgy látszik, hogy nem kellett volna abba az almába akkorákat harapni, és akkor jobban ment volna, de nem baj, hiszen nincs még vége, még vannak feladatok, és ahogy említettük, ez egy olyan játék, hogy akár az utolsó pillanatban is meg lehet mindent fordítani, és a mai középdöntő egyik tanulsága számomra az, hogy rettenetesen elszántak a csapatok. Nagyon élvezik a játékot, nagyon együttműködőek, lojálisak, sportszerűek, és igazándiból a játék öröme az, ami elsősorban őket igen, idehozta. Igen, abszolút kubertani elvek szerint érkeztek a csapatok, nem a győzelem, a részvétel a fontos, persze győzni mindenki szeret, és lesz még 3 szám arra, hogy győzelmet szerezzen az a csapat, amelyik esetleg már régebben örülhetett az elsőségnek. A következő szám hölgyek számára lett kitalálva. Csapatonként egy hölgyet kérünk, aki nek majd tojást kell szállítania, mégpedig megfogva a edény két oldalát a fejére téve, és gyakorlatilag ugyanazzal a módszerrel, amit már Józsi megmutatott, hogy az autógumikba belelépve, végigfutva a pályán, megkerülve a bóját, és visszafelé már nem kell belelépni az autógumikra, és beérni a célba. És itt is értelemszerűen a helyezések sorrendjében kapják a pontot a csapatok. Hájer Zsiga kollégám már egy mappával demonstrálta tehát, hogy mit kell csinálni. Ugye hát tojásokat nem tudtunk most idehozni a színpadra, ezek a tojások egy kis szakajtóba vagy kis tálkába lesznek majd, és hát nyilván az is fontos, hogy gyorsan érjen be a célba a kedves hölgy, aki vállalja ezt a játékot, no meg hogy ne potyogjanak ki a tojások. Így van, és lényeges, hogy a fejen legyen, tehát érje a fejet az edény alja. Kérdezem, hogy segítőket felkészültek-e a hölgyek? És egyik edényben sincsenek egymáshoz ragasztva a tojások, ez biztos. Akkor felkészülni, 3, 2, 1, rajt! Már hullanak a tojások. Az adályon, és akkor most kellene belehúzni minél gyorsabban, és azt képzelni, hogy valami jégeső tombol vagy. Rozsály vezet egyelőre. Be kell érni ezekkel a tojásokkal minél hamarabb. És ha minden igaz, Rozsály az első, nyitsa a hangyányival a második, és néhány tojást elhagy vökörító fülpös érve a harmadik helyen. Józsi, nagyon belehúztatok itt az elmúlt versenyszámokban. Így alakult, vagy pedig erre készültek, vagy pedig Rozsályban egyszerűen nem jelent problémát tojás vinni a fejünkön. Rögtön megtudjuk, ez Biancától milyen volt? Hát, egyszerű volt egy kicsit. Bár nem szoktam minden nap ezt csinálni, de jó volt. Tempóra milyennek érezted? Hát azért nagyon belehúztál itt már az elején. Még egyszer megcsinálnám, úgyhát, de nem. Jó, elég volt egyszer. Tehát akkor van még ebben fejlődési tér, minden esetre ez egy győzelmet ért, és 2 feladatta a vége előtt. Szerintem nagyon jól állunk. Reméljük, hogy sikerül a végén is behúzni a győzelmet. A 11. következő versenyszám a Csavargó Fantázia nevű játék. 9 csavar alkatrész, konkrétan 3 csavar, 3 alátét és 3 anya van egy nem igazán átlátszó vízzel teli edényben, és ezt kell a versenyzőknek a lehető legrövidebb idő alatt összeállítani, és akkor van vége a versenynek, akkor van teljesítve a feladat, ha mind a 3 csavar összecsavarva kint van az asztalon. Ez a szám is picit messze van tőlünk, de ott vannak a kollégák, akik segítenek, és mivel azt látom, hogy mindenki rajta készen áll, számolok vissza, felkészülni, 3, 2, 1, rajt! Hajrá, Zoli! Gyerünk, Zoli!
csavaros észjárású és ügyes kezű férfi versenyzők végzik ezt a feladatot. Nekünk nőknek néha az is nehéz, hogy mondjuk vízen vagy vízmentesen összeillesszük, hogyha esetleg ilyen feladatokra kerül sor. Egyébként nem akarom mindenképpen leírni a csajokat, mert vannak kifejezetten olyanok, akik nagyon ügyesek, sőt, akár otthon is ők végzik az ilyen jellegű feladatokat, de ma itt a Falusi Turizmos című vetélkedőnkben ez a csavaros feladat kifejezetten a fiúknak szól, akik már 11, illetve elmúlt 10 feladat során bizonyítottak abban, hogy nagyon ügyesek, bár például a rozsái férfiak könnyen kiborítják a nőket, viszont annál gyorsabban felszedik őket, főleg, hogy a talicskában lopják egyik településről a másikra. Azt is megtudtuk egyébként itt a műsor elején, hogy ezeken a településeken azért nagyon komoly az identitás tudat, és nem is szívesen adják oda a lányokat más település ifjúinak, úgyhogy aki mondjuk egy nyírcsahoi vagy ökörittó fülpösi lányt akar esetleg házastársnak, annak bizony meg kell küzdeni és be kell bizonyítani, hogy ér valamit. Többek között ez a feladat is lehet egy ilyen, ahol bebizonyíthatja egy férfiú, hogy alkalmas mondjuk az ilyen technikai feladatokra, és közben nem olyan könnyű, csavarnak, igen, tehát alapból 3 csavart összerakni, mondjuk 30 másodperc nagyon kényelmesen, és most már jócskán túl vagyunk a fél percen, sőt az 1 percen is, talán a 2 percen is. Ugye ez a víz, ez habos víz, tehát nem lehet az aljára látni. És csúszik is, és ugye meg kell keresni a megfelelően összeillő kis darabkákat, tehát nem mindegy, hogy mivel csavarunk össze. Ezek a magasban, meg van a győztes, a versenyszám győztese. A másik két csapat még nem végzett. Szurkolás van, nem tudom, hogy ilyenkor mennyi számít, biztos. Hát bár az is lehet, hogy az ilyen feladatokban pont idegesítő, ugye? Hogy már majdnem megvan, és akkor valaki oda kiabál egyet a hátam mögött, megijedek, kiejtem a csavart esetleg. És azt érzem, nem is igazán nézik a kezüket a versenyzők, hanem inkább a tapintásra hagyatkoznak, sőt csak arra talán. Így van, a taktilis képességeket méri föl ez a feladat. Mondjuk elképzelhető, hogy sötétbe kell egy ilyen dolgot megcsinálni, és ugye akkor is csak az ujjaink, az ujjbegyeink érzékenységére tudunk támaszkodni. Hajrá Zoli is skandálja a nyírcsahói csapat. A rozsáiak viszont a csöndes technikát választják, ők megbíznak a játékosukban, aki még mindig matat a habos víz alatt, és próbálja megtalálni az összeillő kis alkatrészeket. Ez hasonló ahhoz, közben nyílcsaiak ezek a magasban, megvan a második hely. Rozsáj, még nem végzett? Megvárjuk. Közben már készül a következő feladat pályája. Viszont egy kicsit föltámadt a szél, aminek mi nagyon örülünk, mert az izzadt verejtékcseppeket ugyan felszívja, viszont a következő feladatunkhoz való kugli bábukat azt pedig eldönti, és hát az lenne a cél, hogy stabilan álljanak, mert hogy ezeket a bábukat viszont a játékosoknak kell majd feldönteni különböző eszközök segítségével. Ez lesz egyébként a második középdöntőnk utolsó versenyszáma, ami a mi kis számításaink szerint valószínűleg el is fogja dönteni ennek a középdöntőnek a végét. Így van. És emesem árottál élesre töltött mikrofonnal, hiszen az Ökörőtó fülpösi csapat nyerte ezt a számot. Igen, és hát Frici a csapat egyik legnagyobb egyénisége, nagyon ügyesen, hát óriási fölénnyel verte a mezőnyt. Hogy érezted, mi volt ennek a feladatnak a nehézsége? Azon túl, hogy nem láttad, hogy gyakorlatilag mit csavarsz össze. Annyi előnyöm volt, hogy innen is üdvözlöm Bocz Árpád központi gázfűtés szerelőt, mivel mellette dolgozok, és csavarokkal tudok bánni, csak nem számoltam azt, hogy csúszni fog, és az alján üledék is lesz, és a kis csavarokat nem nagyon éreztem, de koncentráltam és hallottam a közönségemet, ami nagy erőt adott, és hát tudtam csinálni. Ez azt jelenti, hogy most már víz alatt is tudsz szerelni, hogyha esetleg van erre igény, úgyhogy tényleg gratulálunk. Enikő, nálatok esetleg egy kerékpárszerelő végezte ezt a feladatot?
Nem kerékpár szerelő, viszont hát látszik, hogy nagyon rutinos szerelő szakemberről van szó, Zoli, de mégis hát ezért nagyon sok minden kifogott itt rajtad. Mi minden nehezítette meg a feladatot? Maga a feladat. Később jöttem rá, hogy három különböző méretű csavar van, egy formát kerestem, de aztán minél tovább mutattam, annál jobban csúszok át. Az anyát volt csak nehéz megfogni, a többi az ment. Az anyát nem akarta kezemben megmaradni, de így sikerült. Jól láttam, a legkisebbet volt a legnehezebb összerakni. Azt volt a legnehezebb megfogni. Szappanos víz, ez mennyire nehezítette meg? Hát az teljesen. Sikerült megoldani így is, gratulálunk a nyílcsaljaknak. Józsi, nálatok talán ez volt az a feladat, amit nem bánt a versenyző, hogy már vége. Igen, itt talán a rutin hiányzott, de megtudom pontosan Mátétól, hogy mi is volt az igazi nagy nehézség ennek a feladatnak. Hát ahogy mondtad, a rutin hiánya persze, hát a vízben lévő mosópor, vagy az anyag, ami habbá alakul, az egy kicsit elnyelte az alátétet, a csavart, és nehezebb volt benne megkeresni. Az már mellékes, hogy nehezebb volt ráhúzni. No, hát az utolsó feladatban megpróbálunk javítani, és ezáltal kitűnően zárni a mai napot. Az utolsó feladathoz három személyre van szükség csapatonként, és használjuk ki a szélcsendet. A feladat pedig az, hogy le kell dönteni azokat a bábukat, mégpedig az első dobó almával, a második egy kisfazékkal, a harmadik egy sodrófával, és amely csapat leghamarabb végez, az nyer, ha lemegy minden bábú. Ha viszont fennmaradnak, akkor értelemszerűen az a csapat győz, amelyik a legtöbb bábút ledöntötte. Tehát itt is be fogok számolni. Célszerű kézbe venni az eszközöket és egymás után eldobni. Ez nagyon gyorsan lepörög ez a feladat, úgyhogy ha kész vagytok és koncentráltan ott álltok már, akkor felteszitek a kezeteket, segítők, akkor be is számolok. Józsi, Enikő, Emese, mindenki kész? Akkor figyelem, felkészülni, 3, 2, 1, rajt! Oké, gyerünk! Ökölítő nagyon jó, nagyon szépen dőlnek, fennmaradt, és 3 maradt fent. De a miénk volt az első. Ökörítónál, de ők hamarabb végeztek, 3 maradt fent Rozsánynál. A másodikok és Nyíltsahajnál, ha jól látom, 6 bábú maradt fent, úgyhogy megvan a harmadik hely. És míg az összesítés elkészül, akkor Magda megint elmondja a nézőknek is, hogy miért is voltunk itt ma. Kedves nézők, az utolsó pillanatait nézik a Falusi Turizmus című vetélkedő műsorunknak. Ez a Kölcsei Televízió egyik legújabb produkciója, az Itthon Együtt közösen Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében című pályázat egyik műsora. Sok-sok műsorral készültünk egyébként a gasztronómia, a kultúra, a sport és a szórakozás jegyében. Minden műsorunknak az a célja, hogy a megyei hagyományokat, az értékeket ápoljuk és felhívjuk a mostani és újabb generáció figyelmét arra, hogy mennyire értékes helyeken élünk, milyen sok kincsünk van, mennyi híres és értékes emberrel rendelkezünk és ismerjük őket, és természetesen az is egy nagyon fontos szempont, hogy ezeket a közösségeket egybe tartsuk, ezeket az értékeket ápoljuk. A mai napon és ebben a sportműsorban is nem csak az izmainkat edzük és a kreativitásunkat, hanem csapatok is építettünk. Bízunk benne, hogy hamarosan megszületik a végeredmény, és megtudjuk, hogy a kisvárdai döntőbe melyik csapat kerül majd, a Rozsái, a Nyírcsahói, vagy az Ökörító, Fülpösi, ahol már biztosan bent van az ajaki csapat. És ahol a végső győztes majd 500 ezer forinttal gazdagodik, és azt az 500 ezer forintot költheti el majd települése épülésére, szépülésére. És megvan a végeredmény, az összesített pontszámok alapján harmadik helyen végzett, azaz a dobogó harmadik fokára állhat majd fel, az összesen 81 pontot szerző Ökörító-Fülpösi együttes. Második Ökörító-Fülpösi segítséggel megerősítve, 86 pontot szerezve Rozsály csapata lett. És a nyílcsahóiak úgy látszik szeretik a kerek számokat, hiszen kereken 100 pontot gyűjtött a csapat, megszerezve ezzel az első helyet. És akkor Emese, mint a harmadik helyezett csapat segítője, kérlek értékeltesd ezt a napot.
Hát csalódás nincs, azt már bizton állíthatom, mert eleve úgy jött ide a csapat, hogy mindenképpen már azzal is nyer, hogy részt vesz ezen a vetélkedőn. Viszont egy pici meglepetéssel készültek, úgyhogy most ez következik. Örömükben táncot is járnak nekünk. Köszönjük szépen! És ez mindenképp bizonyítja, hogy tényleg azért érkeztek az ökörító fülpisek, hogy jól érezzék magukat, és abszolút hihető így, hogy a harmadik helyenére jó szájízelés, örömmel, boldogan zárják majd ezt a délelőttöt. Virtuózok voltak. Nos, hát a második helyezett rozsái csapat kevesen voltak, de nagyon elszántak, fiatalosak, lendületesek, és ez ma a második helyezésért azt gondolom, hogy tényleg mindent beleadtatok apait, anyait. Hogy éreztétek magatokat? Én elképesztően büszke vagyok a csapat tagjaira. Valóban ugye hatan érkeztek rozsájból, és Erika segített be ökörító fülpösről, aki nagyon sajnált az utolsó feladatnál, hogy messzire gurult az a bizonyos alma. Hogyan érezted a mai nap során a teljesítményt, Erika, illetve milyen volt segíteni rozsájnak? Én nagyon szerettem veletek lenni, és akkor megtettem mindent, hogy segítselek bennetek. Csak az almámat sajnáltam, hogy többre vágyott, mint ahogy a kuglikat előse. Na hát szerintem mindannyiunk nevében, illetve az összes rozsái nevében köszönjük a teljesítményt. Srácok, remélem, hogy eldicsekedtek ezzel a második helyjel az otthon maradt tagoknak. Hát mindenképpen meg fog történni a dicsekedés, és megmondjuk nekik, hogy miről maradtak le. Nagyon jól éreztük magunkat, elvárásainkat túl teljesítettük, azért jöttünk, hogy jól érezzük magunkat, de második helyet tökéletesen meg vagyunk elégedve. Attila? Hát nagyon jó ez a második hely igazából, beleadtunk mindent, és tényleg csak jól érezni jöttünk magunkat, és nagyon szépen köszönjük Erikának, hogy átjött ebbe a csapatba és segített minket. Köszönjük neki még egyszer, második hely, nincs csalódottság, úgyhogy rozsáj kitett magáért. Úgy látom, a nyílcsói csapatnál sincs csalódottság, füligérő szájakat látunk. Enikő, te a nap kezdetén azt mondtad, hogy középen van az a sátor, a győztes csapatnak ott a helye, így is történt. Így is történt, természetesen így készültünk. Igazából itt az utolsó játékot is akartuk egy kicsit értékelni, csak Tamás annyira csalódott volt a teljesítménye miatt, hogy úgy döntött, hogy ő most inkább meginterjúvolná a polgármester asszonyt. Igen, köszönöm a szót. Hát először is hozzátenném, hogy az utolsó számban egy győzelemmel felérő vereséget arattunk. Köszönjük szépen. Polgármester asszony, hogy értékelnéd a csapat teljesítményét? Igazából attól vagyok legjobban felvillanyozódva most, hogy te interjúvolsz engem. Ritka pillanat, nagyon örülök neki. Büszke vagyok a csapatomra, a legfiatalabb tagjától, inkább a legkisebb tagjától a legnagyobb tagjáig büszke vagyok a csapatomra. Nagyon-nagyon szuperek voltatok, élveztük ennek az egész játéknak a minden percét, és hát ezek szerint akkor nagy-nagy lendülettel futunk neki a következő döntőnek, és gratulálok az ökörító fülpös és a rozsái csapatnak is. Összességében nagyon-nagyon büszke vagyok. Megérdemel egy tapsot. Köszönjük szépen, ezt már régen ki akartam próbálni. Élőben jelentkeztünk Máté Szalkáról, visszaadom a stúdiónak. Köszönjük nagyon szépen! Köszönjük szépen! Lehet, hogy te leszel a következő középdöntő csapatsegítője, mert ahogy itt az elején mondtam, ugye a győztes csapatsegítői eltűnnek a süllyesztőbe, tehát Enikő, neked köszönjük szépen, mész Aurél után! Megyek, igen! Nem akarok én távozni innen sehova, viszont egy győztes csapathoz úgy dukál, hogy az indulót azért még egyszer elmondják. Felkészültetek? 3, 2, 1. Nyílt a hogy nagy menők, biztos, hogy ők a nyerők. Bátor erős polgárok, kik a falut szolgáljuk. Hírünk most is messze száll, féljen, aki szembe száll! Gratulálunk a győztes csapatnak, a második helyezettnek és a harmadik helyezett csapatnak is, és megkérjük a csapatokat, akkor fáradjanak át a dobogóhoz. És elérkezett az ünnepélyes eredmény hirdetés ideje. A csapatok, látszik, hogy igazi csapatok, hiszen mindhárom csapat elfért a dobogón.
És akkor a Falusi Turizmus 2022-es második középdöntőjének harmadik helyezett csapata az Ökörító Fülpös Együttese. Gratulálunk! És egy kupával, valamint egy oklevéllel szolgálunk, hogy emlékezzenek arra, hogy itt voltak. Nagyon lelkes volt a rozsái csapat, nem győzni jöttek, de a második helyezettet méltán vihetik haza, illetve a második helyezésért járó oklevelet és a serleget gratulálunk szívből. És hát következik a győztes, amely nem más, mint Nyíl-Csaholy csapata. Ők is megérdemlik a tapsot, gratulálunk! Kedves nézők, és ezzel a közép döntővel tulajdonképpen már tudjuk, hogy Ajak után Nyíl-Csaholy is bekerült a döntőbe, ezt pedig majd Kisvárdán rendezzük meg, de hát addig jár még önökre egy közép döntő, és természetesen ránk is. A közép döntő pedig Tiszavasváriban lesz, ott derült ki, hogy melyik csapat csatlakozik majd Nyíl-Csaholyhoz és Ajakhoz. Én azt hiszem, hogy nagyon kellemes délelőtöt töltöttek itt el a csapatok, és a Kölcsei Televízió nézői is jól szórakoztak ezen a közép döntőn. Úgyhogy figyeljék, mikor lesz a következő. Köszönjük a mostani figyelmüket, viszontlátásra! Viszontlátásra! Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.